Jó estét kívánok, gyorsan bele is vágunk, mert sok témánk van, foglalkozni fogunk egészségügyel, előválasztással, itt lesz Fekete Győr András a Momentum elnöke, és természetesen minden friss hírt azonnal mondunk, ami a Dunai hajó balesettel kapcsolatos, és a tudósítónkat is kapcsolni fogjuk az adás végén. De ahogy mondtam, először előválasztás, ezzel kapcsolatban pedig Magyar György és Hatházi Ákos, jó estét, jó estét kívánok! Mindegyik őjük a Mindenki Magyarország mozgalomtól, illetve Ügyvéd úr a Civil Választási Bizottság elnöke is. Igen. ma ülésezett. Így történt. Mik a friss hírek? Mi a menetrend? Mikorra lesz ellenzéki főpolgármester jelölt? A tervek szerint, és valószínűleg erről már határozat is született, január, június hónapban az egész lebonyolódik. Ezt ugyanis le kell bonyolítani, mert utána nagy valószínűséggel Budapest polgárai nyaralással, szünidővel, táborosztatással lesznek elfoglalva, és nem ezzel. Ezen túlmenően meg kell, hogy legyen a jelölt, aki mögé mindenki beáll, minden párt, minden civil szervezet, mert ez a konszenzus lényege, hogy aláírták azt a jognyilatkozatot, aminek az értelme az, hogy aki nyeri az előválasztást, a többiek mögé állnak és egységben lépnek fel a jelenlegi uralkodó osztályjal szemben. A, polgár, a főpolgármester címére. Az adminisztratív részét még beszéljük át. Ugye korábban 2000 aláírást kellett a jelöltséghez. Most Nem is? Nem változik? 34.133.000 Budapesti vett részt. Az első, Az fordulóban. első fordulóban? Most Uge. van valamilyen limit. 50-50.000-nél húzzák meg a limitet, hogy akkor lesz a jelölés Érté értékelhető, de az indul el, aki akar, tehát nincs meghatározva, hogy mm. csak karácsony úr. Hát zsírúr. a 2000 tegye le az asztalra? Tegye le az asztalra, ennek van ideje június 5 és 16 között összegyűjteni. Jövő héten megyünk. Így van, harmadikában indul az akció, de 5-től lehet majd gyűjteni, megvannak ehhez a honlapok, megvannak ehhez az adminisztrációs átterek, és igen nagy valószínűséggel, akik elindulnak, azok megmérkőznek, majd aztán jön a szavazás időszaka, és június 26-ig be akarjuk fejezni. Szavazni, csak személyesen, online, mert ugye ez egy nagy konfliktus volt. Is, így is, úgy is lesz lehetőség, a technikai részét még kidolgozták már a hozzáértők, és nekem most meg kell szereznem, ezt az utasítást kaptam ma a plenális ülésen, hogy Péter Falvi Attila úrral vegyen fel a kapcsolatot, hogy a biztonsága, a tisztesség és a hitelesség is adott legyen, és ezt fogja eldönteni, hogy ügyfélkapuval vagy milyen formában lehet majd részt venni ezen a Mindenki Magyarországa erre ráüti a pecsétjét? Ugye ez egy jó folyamat lesz? Van, van értelme? Én nagyon remélem, hogy jó folyamat lesz. Nem annyira sokat foglalkoztam ezzel a témával. Hagy mondjam el egyébként, hogy én szerintem, ha már ezt valóban meg lehet szervezni, akkor akár az olyan kerületekben is érdemes lenne ezen elgondolkodni, ahol kérdéses egy jelölt. Én fölmerült, remélem, amit Lákos mond, fölmerült. Javaslom majd. Én azért ezzel, ehhez a témához, hagy kapcsolódjak, mégis másról hagy beszéljek. Én azt hiszem, hogy nagyon lényeges ugye, jó jelölteket találni, de nagyon jól meg kell érteni és ezt a tévénézőknek mondom. Nagyon jól meg kell azt érteni, hogy ez csak egyik része a sikernek. A másik része az, hogy mennyi ember hány aktivista, önkéntes fogja segíteni ezeket a választásokat. Az ellenzék nem csinált egyelőre meg egy házi feladatot. Nagyon sokat foglalkoztunk, hogy jelölteket keressünk, és ez is nagyon fontos. De nem csinálta meg azt a házi feladatot, hogy megszervezze önmagát. És ráadásul nem csak Budapesten, mert ott még úgy, ahogy, de különösen vidéken, kisebb városokban, falvakban azért még ezzel van feladat. Hát ennek lenne volt az ellenzéki delegáltak száma a Ez én. is egy rész. Tehát amikor a arról beszélünk, hogy önkéntesek és emberek, akkor persze a szavazók körök is kellenek, ez egy jó indikátor, adások, minden mást is kell csinálni, ö, ö, kell szórólapozni, ki kell állni az utcára, beszélni kell az emberekkel, meg kell keresni o, az embereket, akkor, részü. lesz csak, akkor lesz csak sikeres hát, választás, hogyha nem csak jelöltjeink lesznek, és jó jelöltjeink lesznek, hanem minden jelölt mögött, és ez a kisváros vagy egy kisvárosi jelölt mögött is legalább 5-10 ember ott lesz. Én ebben egyébként ö, ö, annak ellenére, hogy egy rossz szám az, hogy nem volt elég ö, ö, szavazat számlálunk még mindig. Ennek ellenére én optimista vagyok, mert én meg azt látom, hogy milyen sok ember gyűjtötte az aláírásokat. Az Erre a, a dosszéjére majd itt vissza fogunk térni, amit hat háziák, előtt van az asztalon, de még akkor a kerületekhez visszatérve. Egyrésztről mennyibe kerül ez most, és ki finanszírozza ezt az előválasztási folyamatot? Nem kerül ez olyan hatalmas pénzbe. Úgy, ahogy elmondta az alelnök úr, praktikusan itt összeadódnak a tudások, és sokkal inkább szükség van a személyes részvételre. Én magam is azért vállaltam, természetesen társadalmi munkába, és minden munkatársunk és a civil szervezetek adják azt, hogy amit tudni kell ehhez, a tudásukat, a technikájukat és a jelenlétüket. Az egész civil választási bizottságnak az a lényege, hogy ne a pártok osztozkodásának legyen itt a következménye, hanem az legyen egyértelműen meghatározható, hogy az egyetlen egy hiteles jelölt induljon el a jelenlegi uralkodó osztály által kijelölt jelölt Uh, ugye a pártok osztaszkodása azért a 23 budapesti kerületben nyilván logikusan tetten érhető, és ugye Puzsé Robert feltétele az induláshoz pont az volt, hogy legyen 23 konszenzusos polgármester jelölt, aminek ugye ellentmond azt, hogy akkor már késő utána kiválasztani akár egy előválasztás. Ezen, ezen a, héten a pártok ezen a héten a pártok egyeztettek, tehát a mi civil választási bizottság pont arról volt híres, hogy ezt a hetet erre a célra szánta, ezért nem indította meg előbb ezt az akciót, és ezek befejeződtek. És én úgy hallom, és úgy veszem észre, hogy a pártok elvégezték a házi feladatot, és meg tudtak egyezni azokban a fontos dolgokban, amik feltételrendszerben szerepeltek. Pártok alatt az és a Jobbikot is értjük? Igen. Ott voltak? Igen. Rábólintottak? Én úgy tudom, hogy igen, Húzsi de a Robert pártok. intott, vagy az ő stábja? Uzi Robert is jelen volt, karácsony stábja is ott volt, ők is egyeztettek. Most, ami még nyitott maradt, amikor nekem el kellett jönnöm az összejövet erről, akkor ezek a technikai kérdések maradtak nyitva. Uh -huh. De azt ne felejtsük el, hogy ennek van egy jogi háttere. A jogi háttér lényege az, hogy megtaláljuk az alkalmas erőt. És azért vagyunk civilek ebbe beépítve, hogy tényleg ne csak a pártok osztozkodásáról szóljon a szó, és az előválasztás mutassa meg. Egyébként több erőt vesz. Ön mondotta, hogy a, a, fog indulni a Momentum részéről is. Nálunk már jelentkeztek egyébként civilek, olyan civil, aki nem ismert, el akar indulni. Igen. És úgy hallom, hogy még a mi mozgalmunkból is jelentkezett valaki. Ugye Káper Frónius Gábor kiszivárogtatta a sajtó, hogy a Momentum. Hát és majd az elnök úr majd, az igen, az elnök úr majd, majd, majd megjelősíti. De tényleg még lesz több civil jelölt? Igen, igen. Ez biztosra veszik? Biztos, hát nálunk jelentkeztek. És, és, és Titko titkos, hogy kik ők? Igen, titkos, mert nem gyűjtötték össze még a 2000-et, és nem fair dolog addig őket megjelölni jelölt jelöltnek. Tessék szeseni megvárni, még összeszedi valaki a két, ha a 20 szedik össze, 20 fognak elindulni. De önök nem indulnak. A igen. Miket nem, nem mondta, nem? hogy a mozgalomból is vannak A mozgalomból vannak aki A mozgalomból van, No jó, akkor térjünk át erre a dossziéra, mert hogy azt mondta, hogy ebben még aláírások vannak a, az Európai Ügyészséghez való csatlakozáshoz. Ezt most így frissiben idefelé menet? Igen, ezt a, egy budapesti szervezőnk, aki gyűjti, az, az hozta ide, ugye tudta, hogy jövök föl. Ugye mai napon van a legvége a, ennek a nagyon hosszú kampánynak, nagyon-nagyon sok ember segített benne, és aki még nézi, és esetleg még van nála, elküldheti, lefotózva, még mindig elküldheti. Igyekszünk ezt néhány nap alatt összeszámolni, és akkor lefotózva a jövő héten elküldheti? lefotózva ez elküldheti. Ilyen? Beszken, igen, ez a kezdetektől fogva ezért Arra. van egy ilyen oldalunk is, az európai ügyészséget.hu oldalon föl lehet tölteni, illetve még hát, hogyha postán akarja felküldeni, úgyis el fogjuk fogadni, hogyha a jövő hét elején jön, a jövő hét közepére, végére meg akarjuk számolni, és el akarjuk mondani, hogy mennyi van. Egy számot azért most is hagy mondjak, mert ez nagyon fontos, és köt az előző mondatomhoz is, hogy több mint 25 ezeren voltak olyanok, akik gyűjtötték. Voltak aki ezek között kettőt, hármat küldött be, de voltak, aki 11 ezer, egy maga 11 ezer aláírás gyűjtöttő. Őról, a hagy külön hagy, emlékezzek meg, ő bejárt vidékről, Budapest környékén lakik, minden nap felkelt, bejött, kiállt valamelyik aluljáróba és gyűjtötte az aláírásokat, önmaga 11 et is. Ezen nagyon sok múlik, kicsit nézegettem itt az órát, és bosszos is vagyok, amikor ilyen nem, szerintem nem feltétlenül a legfontosabb dolgokról beszélünk, nem az a legfontosabb, az is nagyon fontos, hogy legyen egy jó jelölt, ez is nagyon fontos, de azon fog múlni a siker, hogy hány ember dolgozik ezen. Én nagyon sok emberrel beszéltem, és tudom, hogy miket szoktak kérdezni. A leggyakoribb kérdés, amit kaptam, azon kívül, hogy mennyi jött össze. Uh -huh. A második leggyakoribb az az, hogy hát doktor úr vagy képviselő úr mikor fogják már ezeket elzavarni. És én erre mindig azt mondom, hogy ez egy nagyon rossz kérdés, mert erre egyetlen egy választ mondhatok. Ugye azt kérdezték, doktor úr, mikor fogják önök ezeket elzavarni. Azt mondhatom, hogy soha. Tehát mi soha nem fogjuk tudni. politikusok már nincsenek abban a helyzetben, hogy elzavarják ezt a kormányt. Ezt közösen tudjuk megoldani. A következő választást is csak közösen tudjuk, akkor, hogyha nagyon sok ember nem mindig könnyű feladatot, de el fog végezni. És ez egy nagyon fontos dolog. A politikus dolog az, hogy nagy... segítse a választót ebben. A politikusnak az, az lenne a. És ne azt csinálja, amit csinált eddig, elnézést kérek, hogy beavatkozom, hogy a... nem tudja eldönteni, hogy ki legyen a jó jelölt az utolsó percig harcol. A, politikusnak... a választók nem orientálja. A politikusnak ugye az lenne normál világban a feladata, hogy elmondja egy ellenzéki politikus a kormány bűneit, a kormány megvédi magát, a kormány elmondja, hogy mit akar csinálni, az ellenzéki politikus is. Mai világban már nem vagyunk abban a helyzetben, hogy ellenzéki politikusként csak az egyszerű érvelés és beszédekkel és interpellációkkal és szónoklatokkal ezt a kormányt megdöntsük. Más -e ez a világ Ma, és euh, ami volt euh, május 26-a előtt. Kérdezem azért, mert a közigazgatási bírások, a bíróságok kapcsán való visszakozás, az azért lehet, hogy egy átlagember számára nehezen megfogható, de egy hatalmas visszalépés. Hagy, hagy kezdjem, én a, válaszadást az ügyvéd úr helyett, bár az ő, ö, 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 az szakterülete. Az ő szakterülete. de annyit hagy mondjak el, és az, ez, ez, viszont szerintem az enyém is, és nagyon összefog szintén ezzel a dossziéval. Itt a kormány nagyon keményen meghátrált, függetlenül attól, hogy mik a részletei ennek az ügynek, egy nagyon-nagyon komoly ügyben egy, a kormánynak egy nagyon-nagyon fájó döntést kellett hoznia, meghátrált a külön bíróságok ügyében, és két dolog miatt, az egyik nyilvánvalóan az Európai Unió részéről egy nagyon komoly nyomás érkezett, de van a háttérben egy nagyon-nagyon komoly küzdelem a bíróságok részéről. A bíróságok megküzdtek a függetlenségükért, és a kettő együtt, a kívülről a nyomás és a belső harc meghozta ezt a sikert. Ugyanúgy lesz az Európai Uniós ügyészségben is. Kívülről is megjön a nyomás, és most már azt most is elmondhatom, anélkül, hogy számot mondanék, a magyarok is hozzátettük a maguk részét ebbe a nyomás gyakorlásba, ezt is el fogjuk tudni érni az Európai Uniós Ügyészség. Csak, Csak nagyon röviden, hogy, mert azt tetszett mondani, hogy nem éri az embereket. Elérnék, hogyha bíróság elé kerülnének. Ugyanis ezek az ügyek a külön bírósághoz, a Fidesz saját bíróságához kerülnének, amikor az állampolgár szembe az állammal. És hogyha olyan bírák fognak dönteni, akiket a kormány nevez ki, vagy az igazságügyi miniszter mondja meg, hogy ki a jó és ki a rossz bíró, annak a döntésének az előre menetelét nagy olaszlóséggel ki lehet számítani. Ezt sikerült megakadályozni. És egy nagyon fontos dolog az európai választásra tetszett rákészülni. A néppárt eddig óvta védte Orbán Viktor és kormányának garázdálkodását a jogvilágában is. Most pedig nem védi ebben az időpontban ő mindig arról beszél, hogy meg kell mindent és mindenkit nem létező ellenfélet szemben is védeni. Most a néppárt nem áll mögötte, és egész másképp kell produkálnia magát, az igazságű miniszterek pedig kettő egyest kell beírni, mert az egyik az, hogy belement ebbe a minősítetetlen közgazgatási bírósági konstellációba. A egy Bizottság azt mondta, hogy szekunda, visszaküldte, megcsinálta még egyszer, keresztül nyomta a magyar parlamenten, és most az Európai Tanács megint azt mondotta, hogy szekunda. És még el akar menni biztos. pont ezt akartam mondani, hogy akkor nyugszik meg valószínűleg, hogyha biztosként. Meg fog biztos nyugodni, meg. de én biztos vagyok benne, hogy ilyen feltételrendszerre nem lesz biztos, mert ott kérdéseket fog föltenni neki a bizottság, és azt fogják neki mondani, hogy milyen jogásznak tetszett lenni, hogy egy ilyen antidemokratikus programot végig tetszett vezényelni. Meglátjuk, köszönöm szépen, hogy eljöttek. És akkor most egy rendhagyó interjú következik, mert hogy a budapesti hajókatasztrófával kapcsolatban délután sikerült utalérnünk egy Dél-Koreában élő magyar asszont, magyar publicistát, Eugénia Lít, akit a 7 órás időáltolódás miatt délután, vele délután rögzítettük az interjút, és arról kérdeztem őt, hogy igazak-e azok a hírek, hogy a dél-koreai sajtóban nagyon rossz képet festenek Magyarországról, és nagyon feszült a hangulat. Most ezt a beszélgetést láthatják.